Előző műsorunkban a 15. árva, félárva és hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyára látogattunk el, ahol megismerhették az esemény szervezőit, akik 22 éve szolgálnak az Eszenyi Református gyülekezetben. Bemutattuk 4 gyermeküket is, a kicsitől a legnagyobbig. Az adventi időszakban 2 eseménydús napot tölthettünk velük, így megízlelhettük, miként zajlik egy lelkész család élete. Adásunk mai részében közelebbről megismerhetik a családfőt is. Jöjjenek velünk ismét a Balogh családhoz! Te nyújtod? Jó, nyújtsak te is. De nézd csak neked! Anya, anyától! Jó, várja még egy perc, és akkor szaggathatod. Neked is. Neked is? Jó, nézd csak, hogy akkor fogjuk. Nem a közepéről, széről kezdjük innen, jó? Nagyon ügyes vagy. Ó, de ügyes vagy. Itt anya neked kiszedni, nézd csak. Ezt te készítetted ide. Ha van ilyen cukrot, benne rakjuk. Akkor látom, hogy nagyba zajlanak itt a munkálatok. Zsófika kivette a részét, már érkeztem meg is unni. Igen. Te állandóan készítesz mindenkinek a kedvére a családba, ha jól tudom, főleg a fiúknak. Igen, igen, igen. Nagy család vagyunk, ezért sokan vagyunk, és mindenki más szeret. A fiaimat mindig szoktam mondani anyukám, hogy nagyon elkényeztettem kicsi koruktól kezdve, mivel mindig azt főztem, amit szerettek volna, ezért egy vasárnapi ebédnél is 2-3 második fogást készítek, mivel mindenki más szeret. A 2 nagyobb az már nem él velünk, ők Debrecenben élnek, ott tanulnak, és ritkán vannak itthon, leginkább a szünidőben, és amikor itthon vannak, mint most is hazaérkeztek a karácsonyi szünetre, akkor igyekszem a kedvükben járni, és azokat az ételeket készíteni, amit nagyon szeretnek. Hát a 2 kicsinek meg egész évben mindig a kedvencét sütöm, főzöm. Nagyon szeretek sütni, főzni, ezt akik ismernek, azok tudják rólam. És a házi munkákat annyira, a takarítást nem szeretem, meg a vasalás, de mivel 3 fiam van és van egy férjem, tehát 4 férfi van a családban, ezért nagyon sok inget kell vasalnom, pedig azt az egyet gyűlölöm a házi munkák közül. Inkább sütök, főzök egész nap. De persze nem teher számomra semmi, mivel mindig is nagy családot szerettem volna. Lányokat szerettem volna. De fiúk lettek. De fiúk lettek, az első 3 gyerek az fiú lett, és 18 évet vártunk erre a kislányra. Nagyon nagy áldás és nagyon nagy öröm. Nagyon szeretjük a fiainkat is, ők teljesen másak a fiúk. Soha nem hittem el, amikor azt mondták, hogy különbség van lány és fiú között, teljesen más egy lányt nevelni, mint egy fiút, de tényleg ez így van. Ő sokkal kényesebb. A fiúknál ez a kényesség, ez nem volt, ez új nekünk, még most szokjuk és most tanuljuk. Igen, Peppa a kedvence. Amit most készítettetek, ez is egy saját recept. Igen, szóval te igyekszel általában saját módszerrel is készíteni az ételeket. Az unokatestvérem meg a rokonaim néha kérdezik, hogy milyen arányokba tettem a lisztet, vagy az alapanyagokat a süteménybe, vagy épp amit készítek. Nem tudom, mert nem receptből készítem, hanem már annyi sokszor készítettem, meg saját receptjeim vannak. És akkor azok szerint igazából az arányokat nem tudom, mert nem szoktam mérni. És hogy érkezel mindenre? Sütés, főzés, gyerekek iskolába hordása, hittanórák, ingázol Debrecen és Eszeny között, Ungváron, piacra, közben még edzésre jársz, szóval teljes 24 óra is kevés neked, ha jól tudom. De érkezel. Érkezem mindenre, igen. Mivel mindig is nagy családot szerettem volna, nagyon szeretem ezt csinálni, szeretek családanya lenni elsősorban, de természetesen szeretem a munkámat is, azt a szolgálatot, amit a gyülekezetben végzek, és itt az Ungi Egyházmegyében, mivel a férjem esperes, ezért a megyei dolgokban, megyei rendezvények szervezésében is nagyon sokat segítek neki, és igyekszem egyensúlyban tartani a kettőt, a munkát és a családot. Nem mindig sikerül,
De talán most már egyre jobban megtanultam ezt az évek során. Amikor kisebbek voltak a fiúk, akkor sokszor mondták azt, hogy többet foglalkozom a gyülekezeti tagokkal, a gyülekezeti tagok lelkével, mint velük. Néha a szememre vetették, de most már azért igyekszem megtalálni a középutat. Karácsonyra készül ugye a linzer, ez ami a saját recepted, amit említettél, és ebből kb. Mennyi kell egy nagy családnak? Mennyit kell belőle készíteni, hogy elég legyen? 1 kiló lisztből szoktam készíteni, és ha elfogy, akkor még készítek. Tehát nem szoktam egyszerre nagy adagot készíteni. Mindenki más töltelékkel szereti. A fiaim közül mind a 3 fiú, ezért diósat, mákosat és nutellásat is készítek nekik. Ez úgy készül, hogy a dió töltelékbe málna dzsemmet raktam, és a mákba pedig fekete ribizlit, mert úgy szeretik a fiúk. Ez nagyon finom, jól ismerem. Igen, te is ezt már kóstoltuk nálatok, igen. Nagyon finom. És általában hogy zajlik nálatok a karácsony, mert azért az Isten tiszteletek köré épül minden. Attila prédikál. A Szenteste az nálunk úgy zajlik, hogy én nagyon korán kelek december 24-én, délig 12 óraig elkészítem az ételeket, utána már nem csinálok semmit, hanem megterítjük az asztalt, általában azt a fiaim szokták, és akkor 5-től van már 22 éve az istentiszteleti teszenybe, 5 órára átmegyünk az istentiszteletre, ahol a hittanos gyerekek szerepelnek, a felnőtt énekkar is énekel, szolgál, és általában az istentisztelet olyan 7:30 után van vége, elég hosszúra nyúlik a szentestei istentisztelet, és a férjem az még később ér haza, a fiúk már nagyon türelmetlenek, mert az ajándékokat szeretnék megnézni, főleg a kicsik, a kisgyerekek, és hát olyan 8 óra után ülünk le az asztalhoz, és akkor fogyasztjuk el a karácsonyi menüt. Nálunk nem igazán a hagyományos karácsonyi menü készül szenteste, mivel fiúk nem szeretik, ezért a korhelyleves az biztos, hogy mindig kerül az asztalra, mert azt nagyon szeretjük, de mindig olyanokat, valami új dolgot szoktam készíteni karácsonykor. Mi a cél a ti családotokban, hogy mi az, amire nevelni szeretnétek őket? Nagyon fontos az, hogy a gyerekek hívő környezetben nevelkedjenek, mindenféleképpen azt a vallásosságot szeretnénk nekik átadni, amit mi is kaptunk a szüleinktől, amiben mi is nevelkedtünk. Én úgy gondolom, hogy ilyen téren mindent megteszünk, és azt gondolom, hogy a fiúk is nagyon szívesen jönnek templomba, sőt, vágynak arra, hogy hazajöjjenek és eljönnek az istentiszteletre. Nagyon szeretik az eszenyi gyülekezetet, ezt a közösséget, hiszen itt nőttek fel. Jól érzik magukat, otthonosan mozognak ebben a közegben, ebben a közösségben. A 2 kicsi is nagyon szívesen jön, ők is szeretnek. Én úgy neveltem minden gyermekemet, hogy pici koruktól kezdve vittem a templomba az istentiszteletre. Volt, hogy ki kellett őket hozni. Áron fiamnál volt az, hogy egy idő után már azt mondta, hogy ez neki túl sok, de egyébként mind a 4 ott nőtt fel a templomba, ott növekszik. Betöltötted a mi szívünket, életünket a te ígéddel, a te szavaddal. Köszönjük, hogy ma is megszólítottál, megszólítasz bennünket. Áldott adventi vasárnapot kívánok, és bízom benne, hogy találkozunk az ünnepnapjaiban. Áldás békességet! Útban vagyunk Eszenybe, Szalókából, Balog Attila református esperessel, ugyanis ő 2 gyülekezetben is szolgál, ha jól tudom, immáron 22 éve, ugye? Igen. Igen, Isten kegyelméből 22 éve vagyok ebben a 2 gyülekezetben. A teológiai elvégzése után ide kaptam kihelyezést
az akkori püspök úrtól, Gulácsi Lajostól. Bár megmondom őszintén, hogy nem ide szerettem volna jönni. Más volt az elképzelés, a feleségem, a párom, ő kisgeüti születésű, és az volt a terv, az emberi terv, hogy oda megyünk az ő szülőfalujába. Ott láttuk alkalmasnak, jónak azt, hogy elkezdhetjük a mi életünket és szolgálatunkat, de annak idén a püspök úr másképp rendelkezett, és hát bizonyára rajta keresztül az Úristen döntése volt ez. És hát azóta itt vagyunk, és hálás vagyok az Úristennek, hogy nem az emberi akarat győzedelmeskedett, hanem az Isten akarat, és ide kerültünk, ide helyeztünk. Őrezzük magunkat ebben a két gyülekezetben, sok áldás, sok csodát tapasztaltunk meg. Szeretjük a gyülekezetet, ők is szeretnek bennünket, úgy érezzük, és azt gondolom, hogy lelkész és gyülekezetek egymásra találtak. Igen, ezt nagyon jó hallani. És most így hirtelen végigfutott a fejembe, hogy Judit nagycsaládos édesanyaként főleg a konyhában tevékenykedik, az egyházi teendők mellett, amikor teheti, akkor főzés intézkedik, te pedig rengeteg időt töltesz utazással. Ingázol a két gyülekezet között, beregszálsz a püspöki hivatal és Eszeny között, valamint Debrecen irányába is, mert hát Ábelt is, mikor focizott, nagyon sokat hordtad. Mennyire megterhelő ez, hogy azért nagyon sokat utazol? Mindenféleképpen megterhelő, de van egy olyan segítő társam a feleségem személyében, egy derékasszony, akiben valóban társtaleltem, és szolgatárstaleltem, aki nagyon nagy segítség számomra, helyt tud állni akkor is, amikor esetleg a szolgálatom máshová szólít engem, vagy éppen családügyekben kell, vagy éppen esetleg orvoshoz megy az ember, és tudom, hogy ő jó helyen van, tudom azt, hogy mindenben számíthatok rá, és megállja a helyét, bármilyen feladattal is kell megbírkózni, hogy éppen bízom meg. És hogy tudod megoldani, Attila, a két Isten tisztelet közötti időt például, míg átérsz egyik faluból a másikba? Szalókán 10 órától kezdődik az Isten tisztelet, Eszenyben 11:30-től. Egy átlagos vasárnapon nem jelent gondot egyik gyülekezetből átérni a másikra. Nagyjából van egy 10-15 percem, az Isten tisztelet 1 órát tart Szalókán, kicsit, amint láttátok, és beszélgettünk a testvérekkel, szokás Szalókán, hogy az Isten tisztelet után megállunk, és megbeszéljük az élet dolgait, megbeszéljük az elmúlt hétnek az eseményeit, vagy éppen a sportban történt eseményeket, és ezt igénylik is, tehát nem lehet az, hogy kijövök a templomból és elrohanok, hanem igénylik azt, hogy egy pár percig ott maradjak velük és beszélgessünk. Általában van egy 10-15 percem, hogy átérjek. Ünnepeknél ez kicsit bonyolultabb, mert egy úrvacsorás istentisztelet, vagy ahol gyermekek ünnepi szolgálata van, akkor bizony van úgy, hogy akkor érek ki a szalókai templomból, amikor Eszenyben már szószén kellene állnom. De a gyülekezet, az Eszeny gyülekezet nagyon türelmes, és tudják azt, hogy ünnepen elő szokott fordulni az, hogy néhány percet késve érkezem. Nem szeretnék azt, hogy háttennénk az istentisztelet kezdés időpontját, hogyha megváltoztatnánk. Ezért így szoktuk megoldani, hogy esetleg néhány percet várakozniuk kell. Nem hosszú az út, pár perc alatt átérek, úgyhogy hát így szoktak történni az alkalmak és a két gyülekezet közötti átérés. Már most látszik, hogy az emberek azért igyekeznek a templomba, most fogunk megérkezni Eszenybe. Itt egy lélegzetvételnyi idő, jön a családod. Nagyon jó érzés az, amikor innen Szalókáról hazafelé jövet, befordulok itt a templom utcájába, az utcánkba, és azt látom, hogy igazából minden irányból jönnek az emberek. Van egy sikátor, közvetlenül a parókia mellett, innen is nagyon sokan szoktak jönni. Itt jönnek a gyermekek, akik nagy számban vannak jelen az Isten tiszteleten, így a mai is. Úgyhogy hál' Istennek szeretnek az eszenyek templomba járni. Remélem, hogy advent 4. vasárnapján is szép számmal leszünk.
Áldás. Jól emlékszem, akkor negyedéves teológus voltam, amikor egy húsvéti alkalommal ünnepi követnek érkeztem Kisgelyőcre, Nagygelyőcre, és már az istentisztelet, az első istentisztelet elején felfigyeltem egy fiatal hölgyre, aki a gyermekeket igazgatta, akik készültek, próbálták az ünnepi szolgálatot, és a nagy tisztelt asszony a lelkész felesége mellett tevékenykedett, és hát igazából az ünnep során többször is találkoztunk, és hát feltűnt az, hogy szimpatizálunk egymással, és az ünnep elmúltával megkerestem, felkerestem, és hát egy barátság kötődött, amelyből szerelem lett, amelyből házasság lett, és nagyon áldott ez a kapcsolat, áldott ez a házasság. Benne valóban egy derék asszonyra leltem, aki hűséges feleség, áldott szolgatárs, és hát nem mellesleg a négy közös gyermekünknek az édesanyja, akiért nagyon-nagyon hálás vagyok, és valóban úgy érzem, hogy Isten által rendelt párom ő, akivel ki tudunk teljesedni a házasságban, és valóban lelkiekben is társai tudunk egymásnak lenni. És a gyerekek, milyen a kapcsolatod a fiaiddal, a kis tündérlányatokkal? Én azt gondolom, hogy jó kapcsolatban vagyunk egymással, bár ahogyan a fiúk nőnek, azért kamaszodnak, a nagyfiunk már több mint 20 éves, azért egyre nehezebb velük szót érteni, egyre nehezebb azonos hullámhozra kerülni, de igyekszem nyitott lenni feléjük, igyekszem megtalálni azt a hangnemet, ami szükségeltetik. Persze néha szülőként egy kicsit komolyabb hangnemet is meg kell ütni, amikor valamit érvényre kell juttatni, vagy hát ki kell fejezni azt, hogy esetleg valami nem jól megy, nem a helyén megy. Persze ezt nem szeretik, de amikor dicsérni kell, akkor dicsérek. Igyekszem azért odafigyelni rájuk, igyekszem jó édesapa lenni, bár lelkészként, esperesként elég sok elfoglaltságom van, és ezért sokszor vagyok távol. A kislányunk, amikor azt látja, hogy öltözködöm, nyakkendő, zakó, ing, akkor azonnal azt kérdez, hogy apa nem elmegy, tehát apa nem fog elmenni, ugye? És mindig megbíztatom, hogy nem, de természetesen néhány perc múlva el kell indulnom. Emlékszem, volt olyan gyermekem, aki a palástomnak a sarkába kapaszkodott bele, amikor a parókiáról mentem ki, és indultam egy-egy istentiszteletre, akkor belekapaszkodott a palástomnak a szélébe, és úgy húzott vissza, hogy ne menjek el. El kell, hogy mondjam, hogy a szolgálatom elején nem tudtam nemet mondani. Minden felkérésre, minden feladatra igen mondtam, és ez azt jelentette, hogy állandóan el voltam foglalva. A lelki szolgálatom első 8 évében nem voltam szabadságon. Sőt, úgy csodálkoztam is azon, hogy van, aki szabadságra megy, miért van erre szükség. Aztán rádöbbentem, hogy igen, szükség van. Főleg, amikor a gyerekek már nagyobbak, igénylik többet a szülőnek a jelenlétét, akkor rádöbbentem, hogy igen, kell a szabadság, kell az együtt töltött idő, akár néhány napra elvonulni a gyülekezetből, együtt lenni, egymásra figyelni, egymással törődni. És én azt gondolom, hogy boldog család vagyunk, kiegyensúlyozott család vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a négy gyermekünkért az Úristennek, nagyon hálásak vagyunk, hogy a három fiú után született egy kislányunk, adatott egy kislány, aki igazi csoda az életünkben, nagyon nagy élmény a három fiú után egy leánygyermeket nevelni, és hát nagyon-nagyon aranyos, nagyon-nagyon édes, és nagyon sok örömöt lelünk benne is, mind a négy gyermekünkben. Még említsük meg azért, hogy lelkész családból jössz, édesapád is lelkész. Így van. Édesapám ebben az esztendőben vonult nyugdíjba, betöltötte Isten kegyelméből a 70. életévét. A csapi gyülekezetből ment nyugdíjba. Valóban édesapám
lelkészként szolgált, és az a példa ösztönzött engem arra, hogy a lelkészi szolgálat útját választam, bár tudni kell azt, hogy édesapám nem fiatal korától lelkész, neki volt rendes polgári foglalkozása, és a rendszerváltás után, amikor a Kárpátaljai Egyházban összesen 24 lelkipásztor szolgált, akkor próbálták a szolgáló lelkipásztorok megtalálni azokat a hűséges, templomos embereket, akiket be lehetne állítani az Úr szőlőskertjébe munkálkodni, és így lett édesapám is megszólítva, hiszen mi egy nagyon templomos család voltunk, és nem csak mi a család, hanem az egész házunk népe, rokonságunk, együtt mentünk a templomba, és ez feltűnt a gyülekezet lelkipásztorának, néha is Stefán Miklósnak, és így szólította meg édesapámat, így bíztatta, hogy induljon el ezen az úton, és bizony számra is ez komoly erő volt, és komoly példa volt, látva az ő szolgálatát, látva az ő hűségét, hogy én is ezt utat akarom választani. És nem volt kérdés, amikor pályát kellett választani, nem volt kérdés az, hogy én az Isten országának a munkás építője akarok lenni, az Úr szőlőskertjében szeretnék szolgálni. Jézus, légy bennünk áldogány, kegyelent voltál nekünk, amen. Jó étvágyat! Jó étvágyat!